A költözés sikeres volt, egy napig sem szünetelt a munka az EGRI törvényszéken, mondta dr. Nyíri Beáta az éves őszbírói értekezlet előtt. A tavalyi évről szólva kiemelte a szolgáltató bíróság elnevezésű program megvalósítását, az ügyfélbarát igazságszolgáltatás erősítését. Hiába volt a költözködésre való felkészülés, emellett nagyon fontos feladatunk volt az alkotmányos kötelezettségünk, az ítélkező munka. Mindvégig és az elmúlt évek végig azon voltunk, hogy a ítélkezésünk színvonalas, hatékony és időszerű legyen. Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, 25%-kal nőtt a bíróságok költségvetése, 7 milliárd jut az épületek felújítására. Az EGRI törvényszék munkáját magas színvonalnak értékelte. Ami az EGRI törvényszéket illeti, és ez természetesen a város és a megye gazdagodását szolgálja, 3,6 milliárd forintot fogunk a következő két évben fordítani erre az épületre. 7000 négyzetméterre bővül az alapterülete, 9 tárgyalóteremmel, és olyan fajta helyiségekkel bővül majd a bíróság épülete, amelyekre pont az ügyfelek miatt van szükség. Dr. Balla Lajos, a debreceni ítélőtábla elnöke azt mondta, az EGRI törvényszék nagy szerepet játszik munkájukban, nincs szégyellni valója a régióban.